Jó. Jó, én nem voltam a sminke szobában elmondom. Jó, elmondom. Hát, hölgyek, urak, épp azt látják, ahogy a sztárt, a személyes, hogy szokták ezt mondani, stylistja sikeresen egy kicsit kozmetikázta, hogy nézzen ki. Egyébként a személyes stylist nem más, mint a párja, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és elengedted Ákost a riportra, mert hát, ha nem engeded el, akkor ebből úgy gondolom, hogy semmi nem lett volna. A párom a feleségem. Ennyi? Igen. Magyarul akkor a főnök nevezik. A főnök, így van, igen. A főnök. Hát, hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit a Roppagodába. Mai áldozatunk, vendégünk Stritecki. Szilárd Ákos, Áki. Áki, szervusztok, sziasztok. Ez a Wiki Black Ki vagy te műsor riportsorozat része, Wiki Black Brand, Wiki Black Media, szóval ami lényeg, hogy Wiki Black benne legyen. A mai riporteretek, én vagyok Szabó Laci, amíg nem talál Wiki új vagy más vagy jobb riportetés vagy férjet. Tehát addig én vagyok. Egyelőre vagyok. Majd megbeszéljük a Wikivel, hogy neked, ne is keressem. Értem, köszönöm szépen így a bizalmat. Szóval, gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehet téged felkonferálni. De egy rockzenével foglalkozó, rockzenébe dolgozó, menedzserként dolgozó, médiával foglalkozó, tehát hogy tudod te magadat így definiálni? Tehát hogy határozod meg, amikor megkérdezik, hogy mit csinálsz? Hát ez érdekes kérdés, mert van, amikor szervezek én is fellépéseket, de most már az utóbbi időben csak tulajdonképpen mint technikusként dolgozom, de az elmúlt években rádióztam, és hát a rockzene a mindenem. Én ebben beleszülettem, bár érdekes módon, mert az édesanyám, ő énekzene tanár volt, hát apám egy katonatiszt, tehát közelem volt a zenéhez, de a családban is zenészek vannak, és hát én így lett közöm a zenéhez, és hát a rockzenét valahogy azt szerettem meg, mert a ritmikája miatt, a stílusa miatt, meg egy gyerekkoromban is már egy ilyen hőbörgő gyerek voltam, és pont jól jött talán a ritmus, vagy azt mondjam, az ütemek, meg stb. Tehát igen, de meghallgatok természetesen azért más zenét is, de amennyiben lehet, akkor már is rockzenét hallgatok. Melyik volt az első ilyen zenei élményed gyerekként, amit, ahogy mondtad, ezt a dübörgést alátette? Hát tulajdonképpen, amikor az egyik, mondjuk úgy unokabátyám, ő már akkor ilyen ismert zenekarban játszott, most reklámkedvéért nem mondok szándékosan nevet. Nyugodtan mondjál, és, nyugodtan. Melyik zenekarban játszott? Hát annak időn Beatrice. Ó, hát. Volt, és akkor onnan szépen ment fölfele, P-mobil, aztán jöttek így tovább a zenekarok, hát is több mint 10 évet ledobolt az Eddába. Aztán más zenekarok. Na mindegy, szóval... És hogy is hívják őt? Hogy... Hát őt úgy hívják, hogy Dorázi Tibor. Igen, és ugyanis a vágy szeműek emlékezhetnek, hogy készítettünk riportot veletek a stúdiótokban, aminek akkor még nem volt neve, de azóta lett neve. Lett neve, igen, annak a próbateremnek, hiszen az annyira friss volt még, hogy nem volt még neve, nem adtunk nevet, és azon is gondolkoztunk, hogy névtelen, hogy ne legyen neve, szándékosan ne legyen. De aztán jöttél te és megkérdezted, miért nincs neve. Majd utána a TV adott neki egy nevet, hogy Sticky lesz. Ezt a nevet találta, úgyhogy így működik a próbaterem, melyben általában ő próbál többet saját magának, de... De innen is üdvözöljük és jó egészséget kívánunk neki, és köszönjük, hogy van a magyar rock zenének, mert egy nagyon meghatározó alakja. Az most nagyon jó jön neki, köszönjük szépen, mert éppen lábadozik a jobb lábon, és éppen be van tekervedett. Jó, van. Szóval akkor ez elég meghatározó irányba terelte az ízlésedet. Igen, annak ellenére, hogy édesapám egy magasrangú katonatiszt volt, és amikor én kaptam egy nagyapámtól kaptam egy ilyen, annak idején ilyen videótonnak hívták, még kazettás magnó volt, ilyen sztereó kazettás magnó volt. Nekem is volt. Na. Nekem ilyen nagy volt. Igen, tényleg. És hát ugyanvár a kazetták, és a másik a bátyám
ő kint élt a Németországban a 80-as években, és ő hordta haza fel a kazettákat. De már itthon is lehetett kapni már Budapesten is, és rögtön a Whitesnake, Iron Maiden, AC/DC, tehát már ezeket vettem és hallgattam, és az apámnak nem tetszett. Úgyhogy meg is gyűltek vele a bajok, eldrakta, eldugta, de hát én mindig elővettem. Aztán nagyapám is segített ugyebár mindig elővenni. Úgyhogy hát ezek így működtek, tehát rögtön belevágtam néve. Akartál valaha zenélni? Igen, tehát tulajdonképpen akartam, tehát anyukám engemet tanított is, de aztán ő korán meghalt, és hát dobolni szerettem volna én is, de aztán nem jött össze. Ennek különféle okai voltak, hogy miért nem jött össze. 14 évesen apám berakott katonaiskolába, ott mondjuk elkezdődött ez az egész, de én azt hamar meg. Akkor most mondok, hogy melyik MNKKK-ba voltál? A szabadszállás. Hölgyek, urak, most egy infót fogom elárulni. Én Nyíregyházán voltam fél évet, miután eltanácsoltak a katonai pályától, szóval még a rendszerváltás előtt. Igen, 14 évesen. Tehát akkor én hasonlóan megéltem. Na, akkor igen. Engem nem is saját magamat, mert én nem akartam katona lenni, sajnos hát annak idején nem volt más. Fater azt mondta, na fiam, te is katona leszel akkor. És elmondta akkor nekem már a lépcsőfokokat, hogy fiam, el fogod végezni, 18 éves leszel, tiszteletes leszel, utána elmész majd Moszkvába, ott elvégzed a sulit, 22 évesen hazajössz, tiszként, gondolj bele, fiam, és már mekkora nagy parancsnok lehetsz, vagy bármi lehetsz, vezető lett, letelik a 25 év szolgálatod, és 40 évesen elmész nyugdíjba, és még előtte van az élet. Na most én ezeket én meg sem hallottam, amiket ő mondott, mert állandóan eljöttem abból a katonai iskolából, aztán... Tudod, Áki, nekem mit mondtak apámnak, mikor behívatták, hogy a fiát eltanácsolják? Hogy a szocialista erkölcsre veszélyes viselkedésem van. Amiatt nem tanácsoltak el a katonai pályát. Én ilyen indokot nem tudok, nem hallottam. Én konkrétan ilyen ez volt. Hát utána nekem jött az, hogy jó, hát akkor megpróbált berakni mondjuk Egerbe, autószerelésúliban nem volt hely, van utána Gyöngyösre sikerült berakni, rendben van, de ott meg azt mondták már is az iskolában, meg stb., hogy folytassam marxizmus, leninizmus tanfolyamot, meg iskolát kezdek el végezni, ha már ilyen múltam van, meg stb. Van, és akkor én egyből azt mondtam, hogy spasiva, das vidanya, tehát köszönöm szépen, izol árnásra, hogy ha már kicsikét orosz is tanultunk annak idején, úgyhogy na aztán ott is meg volt a bajom, ugyebár rögtön a suliba nem akartak engedni, harmadikos korban már szakmunkás vizsgát tegyek, mert ott is ellenkeztem, nem voltam jó fiú. De 18 évesen az apám, mire betöltöttem a 18 éves koromat áprilisba, ő már azt el is intézte, hogy augusztusban puf, már mehetek is be fel a katonaságba. Tehát nem vagyok békén a fater. Ott sem volt semmiféle probléma, ott is én meg utána elintéztem, hogy nagyon valami is viszontlátást aztán ennyit. De hát akkor utána eléggé nagyot kellett lépnem abba a rendszerben. Egy év múlva vissza akartak vinni, ugye bármár egészségügyi előtt beszereljük, meg stb. És akkor mentem tovább az utamon. És hogyan kerültél egyáltalán a technikusig? Tehát hogyan kezdtél foglalkozni hangosítással? A technikusi dolog az úgy jött, hogy amikor, hát én kint éltem 13 évet külföldön, én elmentem abban az időben, 2002-ben jöttem haza végleg, de az azért volt, mert én hát ugyebár 90-es években egyre sűrűben jártam haza, én Hollandiába értem, egyre sűrűben jártam haza, és egy időben újra összetalálkoztam nagyon nagy barátommal régebben, a Gidófalvi Attilával, többek között. Őt is üdvözöljük innen. És hát igen, mert akkor az unokabátyám a Tibivel, meg a Varga Janúval, aki az Eastben gitározott, annak idején volt egy cikcak nevű formációjuk, és azt a zenekart is játszották. Na és akkor összetalálkoztunk, nagyban megörültünk egymásnak, és elkezdtünk beszélgetni, hogy is mint. És az Attila jött azzal az ötlettel, hogy hú, hát ő akarna egy rádiót összehozni. Nekem meg ez tetszett ez a dolog, hogy mégis egy média, egy rádió. És akkor elkezdtünk hazajönni, és tehát 2000, még 99-ben megcsináltuk ugyebár a Gidó Média Kft-t. Aztán elindultunk egy Dongó nevű rádióval, majd utána a Pannorádió. Pannorádióval azt csináltuk 3 évig. Aztán
Ja, és amikor én hazaköltöztem 2002-ben a Panorádiónak voltak egy voltak problémái, akkor utána én itthon maradtam, és már amikor vissza szerettem volna költözni, akkor megtalált egy produkciós menedzser iroda, akihez én elkerültem dolgozni. És hát ott volt az, hogy zenekarokkal foglalkoztunk. Na hát a zenekarok mellé kellettek emberek, akikkel mennek, ugyebár. Nem nagy dolog volt, 2-3 énekes, akikkel menni kellett, bepakolni az autóba cuccot, megmutatták egész egyszerűen, barom egyszerű volt, 2 ládát föl kellett rakni a színpadra, megmutatták ez a keverő, 2 mikrofont oda ledugni, a zenelejátszót oda ledugni, és akkor ez a csatorna, ennek, annak, az meg ennek a zenének, ott vannak rajta a gombok, azon a mély, ott a basszus, a közép, meg a, szépen be lehet állítani, majd a füled majd rá fog állni, az meg a hangerő, az hadd menjem. És tulajdonképpen így kezdődött ez az egész. Annak idején, és ezt nagyon nagy megszerettem, megtetszett ez az egész dolog. Úgyhogy utána voltam egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy ilyen tanfolyamon, de mondjuk úgy, hogy egy ilyen tanfolyam, papíron természetesen nincsen róla, de ott elmagyarázták azt is, hogy ugyebár a színpadon, hogy monitorkeverés, hogy megy, hogy tesszük bele gombokat, hogy állítjuk meg, stb. Leírogattam, megtanultam, de akkor is csinálom, és a mai napig most már olyan zenekarnál vagyok 15 éve, aki velem ezt nap mint nap csinálom. Úgyhogy tegnap is volt egy koncertünk, úgyhogy... Kivel volt tegnap? Én már a Bombonnál vagyok, a Bombon együttesnél vagyok 15 éve. Nagyon szép. Többek között, így van. Igen. Kerestek együttesek? Keresnek, hogy hangos is nekik, vagy menj velük? Időnként igen, de sajnos majd, hogy nem mindig nemet kell mondanom, mert hál' Istennek a Bombonnal rengeteg fellépés van, úgyhogy nem tudok elmenni. Illetve de mennék színesen, most például vannak ilyen uborka szezon időszak, tehát bármi. Illetve van egy másik zenekar, akinek volt születésnapja. Igen, az pedig a Zárt Osztály nevű zenekar. Most volt 10 éves, csináltuk a 10 éves nagy bulit. Igen. Boldog szűnapot a zenekarnak, és... Köszönjük szépen. Hát örülünk, ugyebár azt kell tudni, hogy 3 darab ex-eddás alapította a Zserbó, Mirko Vizsgáló, Zserbó, Csillag Endre, Csuka és a Domászi Tibor, a Tipcsi. És hát melléjük csatlakozott 10 évvel ezelőtt kezdő énekesként a Sipos Petr, a Sipi. Igen. És hát akkor említsük meg a Lázár Zsigmondot is, a Zsigát, a Billentyűs. De hát nem tudott eleinte elindulni ez a zenekar, mert a Sipinek ott volt ugyebár az, ott van az Irigy Hónagymiri, meg akkor mellette mi volt a B52, tehát más zenekarok is voltak. És sajnos emiatt nem tudott úgy elindulni a zenekar, hogy kellett volna. Aztán jöttek a több énekesnek, és most egy éve van egy nagyon-nagyon bevált énekes, a Kis Zoli. Volt egy nagy riport róluk a Hammerworld-be. Igen. Ami pont ezt a 10 évet egy kicsit így összefoglalva, nagyon sok mindent megtudott az ember, amit én nem is tudtam róluk. Ugye én annyira nem ismerem ezt a zenekart. Te mit gondolsz? A Zárt Osztály az tovább vitt valamit az Eddából, vagy valami újat adott hozzá az Eddához? Ez egy érdekes és kényes téma. Ugyanis az Zárt Osztály bizonyos helyszíneken, ezt én őszintén elmondom, el van blokkolva. Pataki Attilának ugyanis nem tetszik az, hogy az ő zenészei megcsinálták ezt a zenekart, és pont a 4-es, 5-ös, 6-os lemezről szól az Zárt Osztály, és én, Ákos, kimerem jelenteni, hogy ez a zenekar, az Zárt Osztály sokkal jobban, élethűben, hiszen az ő szerzeményük, sokkal jobban játsszák azokat az Edda számokat, és hát ez nem tetszik az Attilának, és nagyon sok helyen, hát ugyebár a hatalom véget ott van a keze, és nem igen vannak így fellépések. Na most, amennyi volt, az volt, sikerült azért eljutni sok helyre, de most már az Zárt Osztály kihozott, volt, megjelentek már néhány saját albumon is, az előző énekesre, a Srottetivel, az előző énekesre, néhány szám, na most kihozott egy saját albumot, 11 nóta van rajta. Ez már az önálló Zárt Osztály. Ez teljes mértékben elüt az Eddás részétől, és most már a repertoárban, a műsorokban egyre több saját számot is bele fognak építeni. A Csillag Endrének is van saját albuma, arról is vannak számok, tehát most már a Zárt Osztály zenekar
kezd leválni az Eddás korszakból, és kezd önálló formáció lenni, önálló zenekar lenni. Csilla Kennyt üdvözlöm minden ismerősöm a Facebookon, és nagyon jó dolgokat szokott kitenni, meg folyamatosan, tehát tényleg úgy látni, hogy él ez a zenekar, tehát jön, megy, tevékenykedik, ami... És hogy, ahogy mondod, már nem érzem azt az utóízt, elnézést, hogy így fogalmazok. Igen, mert most már önállósulik. Önállósulik, már van értelme, hogy kezd leválni az Eddáról. Muszáj, hogy legyen, hiszen hozzájuk kötődnek a 4-es, 5-ös, 6-os lemez, az Eddának a legnagyobb korszakai, de jönnek a saját számok. És előbb-utóbb biztos vagyok én is benne, hogy le fog tudni válni. Jó, akkor az első provokatív kérdésem. A legelső. Mi alapján választottad ki, amikor rádióban voltál, vagy amikor rádióban leszel ismét, mert biztos, hogy leszel rádióban. Tehát mi alapján választott ki azt a zenekart, hogy ki jöhet hozzád és ki nem? Jelentkeznek a zenekarok. Jelentkeznek. Én felhívtam én is néhány kedves barátomat, aki tudom, hogy zenekarban, megkérdeztem, hogy jönnek-e. De nem én választom ki. Én nem akarom kiválasztani. Jöjjenek a zenekarok. Hát én hozzám az én műsoromba, hadd jöjjenek. Fiatal feltörekvő zenekarok, akik nem jutnak be más rádióba vagy médiumba, hozzám bejöhettek. Itt pont az volt a lényeg, hogy arról az egy óra hosszáról ők beszéljenek saját magukról. Hozzák el a saját szerzeményeiket, és azokra legyen lejátszva. Több olyan zenekar is volt, aki feldolgozásokat játszik. Én saját magam nem vagyok oda érte. Mert én azt mondom, hogy légy önmagad, mutasd be önmagad, írjál saját szöveget, írjál saját dalt, és azt add elő. Tehát ne a másét add elő. Nyilvánvaló más számaival is be lehet futni, vannak jó néhány zenekarok természetesen. Oké, de ez az én meglátásom. Tehát én hozzám bármikor jöttek feltörekvő zenekarok. Amikor küld egy zenekar egy anyagot, és belehallgatsz a zenébe, akkor hány számot hallgatsz, vagy mikor döntöd el, hogy oké, ez tetszik, vagy nem tetszik? Én szinte mindenkinek mondtam, hogy jöjjön. Én meghallgattam nyilvánvalóan minden számot, de én sosem mondtam a zenekarnak, hogy ne gyere. Tehát ha ő ezt akarja bemutatni, ez olyan, tudod, mint egy koncert. Ott vannak a néző a zsűri. Igen. El fogja dönteni abban a pillanatban, hogy ez neki tetszik, vagy nem tetszik. Ha tetszik, oda megy a zenekarhoz, hol lehet téged meghallgatni. Most a média játszókon keresztül. Van-e saját CD-t? Kell-e valami? Tehát vásárolnak-e valamit? Igen. A zsűri eldönt, hogy érdeklődik-e irántad. Ha érdeklődik, el fog jönni legközelebb is. Akkor jó vagy. Én ugyanígy vagyok a zenékkel kapcsolatban és a rádióban is. Lement. Ha megtetszik, a zenekar úgyis elmondja, hogy hol lehet őket megtalálni, akkor a zsűri majd megkeresi őket, és akkor rendben van. Én csak egy lehetőséget kínáltam azzal, hogy bemutatkozzanak. Igen. A többi az ő saját munkájuk, hogy mi van. De én tehát pontosan azért, mert hogy feltörekvő zenekarok. Igen. És hogy megkapják azt a lehetőséget. Jöjjenek, csináljanak, mutassák be. Ez ő róluk szól az én egyórás műsorom. Viki Black közben hozzáírt, mi pont ezért tudunk együttműködni. Valószínűleg ez így volt. Van, hát így is van, meg így is lesz. Meg így is lesz, így van, mert nyilvánvalóan lesz a rádió, hogy fogok tovább rádiózni. Egyelőre az elmúlt 3-4 hónapban nem foglalkoztam ezzel. Hát néha az ember visszalép kicsit, hátrébb pihen. Most ez az időszak van. Most igen. De ha megengedsz egy személyes megjegyzést, ugye voltunk nálad műsor, tehát nem mi, hanem a zenekar, akit akkor Viki menedzselt a Várakony Tilossal, és nekem nagyon két dolog tetszett nagyon. Az egyik, hogy amilyen légkört tudsz teremteni a riportok során, tehát a zenekarok azt érezték, a zenekar azt érezte, hogy megnyugtatod őket, ez egy beszélgetés, igazából, tehát hogy mondjam, tehát megtiszteled őket azzal, hogy megkapják azt a tiszteletet, és te is megkapod, amit egy zenekar és egy médiának meg kell kapni. A másik pedig, hogy egyszerre voltál riporter és technikus. Ugye az ugyan érdekes? Hogy ugye én voltam még Viki kapcsán más rádiónál, ott az volt a szokás, hogy külön volt a technikus. De te beültél, te kapcsoltad be, te indítottad a számokat, te töltötted föl a számokat. Igen, mert ezt megszerettem, és nekem maga
ez is tetszik, hogy én magam kezelem a keverő pultokat. Tehát ez is vagyok technikus, tehát ezért is csinálom. Tehát én szeretem csinálni. Tehát megtanultam, nyilvánvalóan kollégák megmutatták, tulajdonos megmutatta. És egy kis szakmai háttérinfo, amikor zene volt, tehát amit a néző, hogy hallgatók nem hallottak, akkor nem az volt, hogy most zene van, és akkor így magadban mérte, jó, és majd utána folytatjuk, hanem beszélgettél a zenekarral. Megkérdezted, hogy ez milyen, hogy csináltátok, hogy szól így, tehát, hogy megmaradt az a beszélgetés. Igen. Tehát nem éreztem azt, hogy most riport van, és akkor adok egy szerepet, hanem te folyamatosan önmagadat tudtad adni. Ez meg igen, mert azért a folyamatos kapcsolattartás, annak ellenére, hogy éppen most megy nekik a 3 perces dalunk, azért ugyanúgy beszélgessünk tovább, hogy mi a következő lépés, mit szeretnéd, hogyan szeretnéd, stb. Tehát érezzék, hogy na jó, akkor nincsenek magukra hagyva, hanem a folyamatos törődés. Mert akkor nagyon-nagyon sokan visszajeleztek, hogy szeretnének újra bejönni. Jöttek is be, több olyan zenekar volt, aki jött meg. Sokan fordultak hozzá, hogy tudok-e fellépést. Illetőleg nagyon tetszett az, hogy mikor vége volt a műsornak, akkor kikísértél minket. Hát ez alap. Tehát tényleg egy vendéglátó volt, tehát kikísérted, megköszönted, kicsit még ott beszélgettünk. Tehát, hogy megvolt az egésznek az íve, ahogy szokták mondani. Hát ez alap, tehát nálam ez alap. És akkor utána, amikor elmentek, vagy még ott maradtak lent a váróban, amit rájutottak, vagy valamit, én elköszöntem, felmentem, és akkor kezdtem el megvágni az anyagot, és feltölteni, írogatni hozzá egy-két dolgot, és akkor jött nekem még az utómunka, ami még 1/4 óra, 20 perces munka volt, de mire bárki hazaért, vagy elment, már ott volt, és már lehetett osztani, vissza lehetett hallgatni. Akkor most a következő provokatív kérdésem. Nagyon provokatív kérdés. Most úgyse hallja a stylist párod, feleséged. Mennyire fontos a háttér, hogy ezt sok mindent tud csinálni? Az egyik legfontosabb. Tehát ez az egyik legfontosabb, és most nem azért, mert esetleg félfüllel hallja, vagy mind a két fülének. Nem. Ez egyébként, én azt gondolom, hogy a színészeknek, tehát a művészeknek, hogy így mondjam, akkor nekünk technikusoknak, vagy akik ebben a műfajban benne vagyunk, és dolgozunk, arra rámegy a hétvégénk. Rámegy esetleg az esténk, mert zenekari próba van, el kell menni a próbára, ott kell lenni mindenhogy. Koncerteken ott kell lenni. Tehát igen, ez egy olyan társ kell, aki ezt elfogadja. De ellenben nekem olyan társam van, aki ő is megy hétvégeken. Hiszen a legjobb barátnője egyik rádióban dolgozik, ahol rengeteg hétvégi program van, műsorok vannak, és mennek. Tehát ő sincs otthon a hétvégén. De, és van olyan, hogy én vagyok otthon. Mert például előfordul az, hogy itt vagyunk a téli időszakban, amikor nincs olyan koncert, de mivel, hogy ő a barátnője olyan helyen dolgozik, ezért kapnak meghívást például egy színházba hétvégén, és akkor ő megy el, és én vagyok otthon egyedül. De nem baj, a foci megy, stb. Tehát el vagyok én ott, kényelmesen. De így van, tehát nagyon-nagyon fontos egy társ. Egy olyan társ, aki ezt elfogadja és megérti. Mert ha ez nem így lenne közöttünk, akkor mi már nem lennénk együtt. Mert én egy szabad ember vagyok, és ő ezt tudja, ő ezt így elfogadott. És ez a szabad ember, hogy én ezt így mondjam, amit én szeretek, én ezt akarom csinálni. Tehát az, hogy most, ha ő azt mondaná, hogy nem mehetsz, különben elválok tőled, akkor elválnék. De mivel ő megy színházba, közli, hogy akkor most már menjél itthonról te is. Hát, na. Tudod, nagyon érdekes, amit elmondtál, mert általában, amikor ezt a kérdést föl szoktam tenni, akkor ugye kapok valamilyen választ. De az, hogy ti egymásnak vagytok a háttere, az egy nagyon egyedi dolog. Mert amit elmondtál, az azt jelenti, hogy te ugyanúgy háttere vagy neki, és segíted, mint ő, ahogy segít. Hát igen, persze. Tehát ez nem egy irány. Nem, abszolút nem. Ez ugyanúgy megvan értve. Ő is szabad ember. Tehát attól függetlenül, mert ő a feleségén azt szoktam mondani, nem a tulajdonom. Tehát nyilvánvalóan, hogy barátnővel el akar menni bárhol, elmennek, természetesen. Hát, és a tiéd az utolsó szó mindig, hogy igen, drágám.
Ez általában ez körül szokott lenni, mert hál' Istennek nagyon jó megértés közöttünk, tehát nincsen gond. Akar menni, menj, tehát semmi gond. Közben Fag Gyula hozzáírt kommentet, mikor folytatódik a bűsorod, mert a feltörekvőknek is fontos lenne. Majd akkor, hogyha lesz újra egy műsorom egy másik rádióban. Mert ugyebár én voltam egy rádióban, és október 1-től megszűnt. Ja, illetve, bocsánat, még működik. Tehát működik a rádió is, meg a műsor is, csak én már nem vagyok benne. Nem vezetem, de mehetnék vissza, ezt az információt kaptam le utoljára. Tehát tulajdonképpen a próbaterem műsorod valamilyen igen. formában valahol tovább fog működni. Az, hogy kivisz, jelen pillanatban nem tervezem, hogy én oda visszamegyek, és én azt tovább fogom csinálni. De nem lehet tudni, hogy mi lesz később is. Mert maga a név nagyon jó, tehát hogyha ha ez tudod, akkor amerre mehet vitt tovább, mert ugye ez már egy... Nem az enyém a név, azt nem vihetem tovább. Kár. Igen, de nekem is van egy saját név, amit én is kitaláltam, igaz, hogy nem védtem le, tehát meglátják, meghallják, akkor esetleg valaki ezt levétheti, vagy bármi van. Én elkezdtem vasárnaponként ugyancsak a rádióban egy visszapillantó műsor néven. Ugyanazt, hogy az elmúlt 3 évben, ami zenekarok már voltak, hát pillantsuk vissza, tekintsük vissza, és hát jöjjenek újra felszínre, hogy az az egy műsor, de akkor az a műsor csak úgy el lett indítva. Tulajdonképpen, vagy 3-4 számot lejátszottam róluk, valamit közöltem róluk, mondtam, ez így volt, de aztán nem ment tovább. Vicky Black írt megint, igen, amint van új műsor, tudatni fogjuk, tehát mi követünk téged, követjük a pályafutásodat, amiben tudunk, mi is segítünk téged, és ahogy lesz, akkor természetesen azt. Mert nekünk is érdekünk, hogy ezt jelezni fogom felétek is. Ezt az undergroundot tudjuk segíteni. Az nyilvános is lesz, mert akkor nyilvánossá is fogom tenni, természetesen. És következő provokatív kérdésem, nagyon provokatív lesz, talán meg leszek verve, és akkor az már látszik a show lesz, nem pedig Vicky Black ki vagy te riport. Ez pedig az, hogy honnan van energiád ezt az egészet csinálni? Szeretem. Ez egyszerűen szeretem. Zene, az eleve. Valahogy ilyen egész életemben ilyen törvös. Igen, egy ilyen emberke vagy. Gyerekkorom óta szeretem csinálni. Tehát amikor azt látom, hogy valaki, igen, például a műsorokban nagyon jó szájízzel mentek el a zenekarok. És az nekem már úgy jól esett, hogy na, ennyit tudtam adni, egy óra hosszán keresztül bemutatkoztak, és ha ők jól érezték magukat, akkor én boldog vagyok. És talán ez feltöltött arra, hogy na, akkor jövő héten, következő héten megint jön egy következő zenekar, akinek úgy tudok segíteni. Vicky Black, tudom 10 óra? Nem tudom, mire írtad ezt szívem? Tudom 10 óra. Talán arra, hogy 10 órakor szoktam, vagy szeretnék kelni, de... Ja igen, lehet. Van egy aranyos macska, aki már 6 órakor ébreszt, és nem tudok már 10 hát órakor. Délután, de értem, a délelőtti műsor azért nem ment tovább, mert a felkelés nehéz volt. Jó, összeraktam. Igen. Csak összeraktam. Nagyon sokszor az embert elviszi az, hogy látja a zenekart a színpadon, látja, amit csinálnak, de azt a sok embert, aki tevékenykedik mögöttük, hogy ők ezt csinálhatják, azt úgy nem szoktuk, vagy nem vesszük észre. És ezért fontos, hogy erről is egy picit beszéljünk, mert azt gondolom, hogy egy rossz keverés a legjobb zenét is agyonverheti, egy rossz világítás. Tehát, hogy nagyon fontos az a körülmény, amiben egy zenekar a háttér, amikor, így van. Igen. És azok az emberek, akik ebben dolgoznak. Egyik legfontosabb, így van, és ezt jól látod, erről a zenekarok sem szoktak beszélni, kivéve egy zenekar, a Bombon. Mert ha hiszed, ha nem, a Szolnoki Peti, ő beszokott mutatni mindannyiunkat. Mindannyiunkat, de még csúnyán mondjam, de még a sofőrünket is, aki szállít bennünket. Igen. Akkor vagyunk ketten, akik mellettük vagyunk
pakolunk, technikus karunk, tehát a hárman vagyunk, mindannyiunk nevét beszoktam mondani a Pet, és ez azért jól esik. De igen, nagyon-nagyon, a legtöbb zenekar. És ezt nem szoktam megtenni, pedig jól esne. Mondj csak Áki, amikor van egy fellépése, mondjuk mint valamelyik zenekarodnak, mindegy, és látod, hogy a keverésben, ott vagy a pultnál, és látod, hogy tetszik a nézőknek, hogy él minden, de az neked is siker. A siker ugyanúgy. Tehát, hogy oké, hogy a zenekar tapság, de azért... De azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon sok helyszín van, mert ugyebár nem saját cuccokon játszunk, mindenki hozza a saját alapját, a Blackline megvan, azt hozzák magukkal, az jó, az rendben van. De nagyon-nagyon sok helyszín van, ahol már kicsikét előregettek a technikai cuccok, a hangfal, stb. Akár a keverő, vagy bármi, előregedett. Azzal nem nagyon tudsz már mit csinálni. Egyetlen egyet tudsz csinálni, halkra veszed, halkabbra veszed. És az éneket tolod meg, hogy az ének elvigye talán. De nem lehet, mert már a ládák előregedtek, membrán előregedett. Tehát vannak azért ilyen helyi dolgok, de hát azért vannak olyan csodálatos... Mennyi ötletességet, kreativitást kíván, hogy minden hely más, hogy az úgy szóljon mindig, ahogy a zenekar vagy a néző elvárja, és te meg old meg, hogy eltérő technikákon azt ugyanúgy tud hozni. Igen, hát ez a helyszíntől nagyon-nagyon fontos, hogy boltíves, magas, kő, fa, szabadtéri, beltéri... Nem csak a színpad ugyebár, hanem maga a körülmények. Az is nagyon-nagyon fontos. Igen, az, hogy most éppenséggel milyen mikrofont használ, mit adunk ugyebár az énekesnek. Elképzelhető, hogy vannak a URH mikrofonok, amik nagyon-nagyon jók, mert azt mondják, hogy nagyon jó, de a ládák már kevésbé jó. Vagy éppen nem tudod a távolságot úgy letenni a mikrofon és a monitor láda között, tehát visszajön, gerjed. Tehát azért vannak ilyen dolgok, hát ezért kellene több zenésznek a fülmonitort használni, mert akkor a keverés szempontjából is sokkal jobb. De általában azért ezt meg szoktuk oldani, azért csinálom én általában, hogy a zenét halkabbra veszem, befele is, meg kifele is. Inkább legyen halkabb, de akkor legalább szól. Hát, Áki, most fölteszek nem a provokatív kérdést. Gondolkoztam sokat, hogy föltegyem-e, de... Nyugodtan. Mondd meg, te hogy látod, mitől függ attól az, hogy egy zenekar sikeres vagy nem sikeres? Én azt gondolom, hogy a saját közönségétől. Ez egy nagyon-nagyon furcsa válasz. Írhatsz te bármilyen szöveget, írhatsz te bármilyen zenét hozzá, ha a közönség azt nem fogadja. Nem tetszik nekik. Mert legközelebb nem fog elmenni. Tehát bármilyen történetről megírhatod a szövegedet, lehet az szerelmes, lehet az lírai, lehet egy napi történet, bármiről írhatsz egy szöveget, de zene, nagyon jó zenét is kell hozzá írni, de én mindig azt mondom, én saját magam, mert én is egy zsűri vagyok például, hogyha elmegyek egy koncertre, tetszik, akkor ott maradok, elmegyek legközelebb is, meg fogom hallgatni a lejátszón keresztül, okay. De ha nem tetszik, többet nem érdekel. Tehát ez az én véleményem. Attól leszel. Én azt gondolom. És miben más? Tudom, hogy sok mindenben, de te hogy látod, miben más a mondjuk egy 2000-es, 2002-es időszak, akkor egy zenekar hogy tudott elindulni, és a mai világ? A mai zenében én már azt látom, hogy nagyon-nagyon sok az elektronika, a számítógép, a szemplerek, a programok, amik tulajdonképpen besegítenek ebbe az egészben. Hiszen már nagyon sok a gépzene. Több zenekart látok a színpadon, felmegy egy dobból, esetleg egy gitár, és akkor elindítja a laptopot, és ott meg szól minden. Én az volt, sőt, hogy ha még teljesen visszamegyünk, még akár a 80-as, 90-es évekre, és visszamegyünk, akkor még az emberek talán jobban próbáltak. Ez olyan, mint a sport, én azt gondolom. Azokban az időszakokban még nem volt ennyi pénz, és mégis az ember szívvel lélekkel
sportból focizott például, vagy bármi. Most meg a zenébe is ugyanezt látom, én párhuzamot tudok vonni a kettő között. Akkor jobban szerettek talán még próbára is járni az emberek, élvezték. Én ezt így látom. A mai helyzet. Én már azt tudom elképzelni, hogyha például ma alakul egy zenekar, hogy azok hogyan kezdik úgy igazából. Olvastam, pont az Artisjusnak volt egy tanulmánya, ahol azt írták le, hogy talán az utolsó olyan egyedi élményt adó zenei produktum az élő fellépés, amit semmi nem tud jelenleg, tehát videoklippekkel, Spotify-jal, letöltésekkel, mindenfélével lehet, albumokat ki lehet váltani, számokat írunk, de az az utolsó, ami olyan élményt ad, amit semmi más nem tud adni. Hogy te hogy látod, az élőzene él még? Van rá még igény? Igény van rá. Én azt látom, és azt hallom, hogy igény az van rá. Csak falunapokra, bármilyen rendezvényre, hogyha megyünk. Például én magam is időnként szoktam ajánlani zenekarokat, fellépésre. És azt a választ kapom, hogy a zenekarnak van egy összege. Egy zenekarnak. Legyen az 2 millió forint. Egy élő koncert. Na most abból az csak egy zenekar, egy közönség. Nagyon sok helyszín azt mondja, inkább hozzá nekem 3 darab fellépőt, 3x 40 percet, költség ugyanúgy 2 millió forint, de háromféle közönség fog eljönni. Na most pedig nagyon-nagyon sok zenekar szeretne, nem azt mondom, hogy sok, majdnem minden zenekar szeretne inkább élőbe elmenni. A színpadon zenészeknek sokkal jobb a feeling, hogyha teljes zenekar ott áll melletted, egymást rá tudsz nézni, odafigyeltek, na most ez van, nevettek, mosolyogtok, és megy a zene élőben. Mint hogy ott van az énekes, visszük az alapot, és az énekes pedig ráénekel, és mondjuk ott van mellett egy vokalista, vagy egy kísérő zenész, akár egy gitárral, vagy zongorával, vagy bármivel, de ez olcsóbb. Nem nagyon veszik már meg, nem nagyon veszik meg az élő zenét. Rengeteg, vannak olyan zenekarok, akiket mégis, és több millió forintokért, 4-5-6 millió forintokért is megveszik őket. Pedig én nem gondolom azt, hogy annyira... Na mindegy. Közben Vicky Black írt, üdvözlöm itt is Zoltán Szeglédi. A Szeglédi Zoltán, üdvözlet az Olinak is. Igen. Nagyon-nagyon, a fiának van egy nagyon jó zenekara. A Breakpoint zenekar, igen. Találkoztunk is a Legenda Sörfőzde Centerben, mikor felléptek, te is ott voltál, emlékszem. Igen. Meg voltak nálam. S8-asban, meg nálam is voltak kétszer is a műsoromban. Igen. Úgyhogy... Én azt mondom, hogy például itt vannak ők is, egy nagyon-nagyon fiatal, feltörekvő zenekar, 21-22 és a fiatal, nem tudom már. Még de nagyon fiatal srác, így van, kegyetlen jó gitáros, nagyon jó zenekar. Nekem tetszik, van az énekesnőjük, nagyon-nagyon tetszik, az is kiváló zenekar. Az meg az én egyetlen egy problémám van, hogy én személyesen nem bírom az ilyen görgős éneket. De ez az enyém. Hát, a screamelist. Így van, igen, a screamelist, hogy én azt nem szeretem, nem is bírom valahogy, tehát nem. De kitűnő zenekar, úgyhogy mindenkinek ajánlom, úgyhogy... Igen. Mi is így tapasztaltuk. És jó fiatal, tehát jó maga, emberleg is jó srácok. Közben Zoltán Szeglédi, üdvözöllek benneteket. Na, Zolikám, mi is üdvözlünk benneteket. Most jelent meg lemezük, úgy tudom, valamikor így ősztájékán. Hát amikor legutoljára voltak nálam a rádióban, talán szeptemberben. Nagyon akkor, jó kis album. Igen. Úgyhogy... Na, viszont most akkor még egy provokatív kérdés. Talán nem hallja a párod, és akkor így nem. Nem. Azt írta közben Zoltán Szeglédi, 18 éves a Gergő Szeglédi, tehát 18. Bocsánat, elnézést. Tehát már annyira felnőtt embernek néz ki, és felnőtt zenésznek, hogy bocsánat.
Szokták mondani, hogy a rockzenésszel, a rockzenész élettel együtt jár a Sex Pistols, Tex és a Rock and Roll, tudod, volt a Dance-nek ez a szám. Igen. A technikusi, aki megy a zenekarok, azzal mennyire jár együtt ez? Hát végül is, hogyha adódik rá idő, meg lehetőség, miért nem? Tehát azért, mert most valaki olyan háttérmunkát végez, és hogyha bele tud férni az időbe, akkor beleférhet. Csak én egyetlen egyet nem szeretek, se a technikusoknál, se a zenészeknél, de ez megint csak az én saját véleményem, hogy én mindig azt mondom, hogy az ember megérkezik valahol egy zenekar fellép, az is egy munka. A színpadon meg a munkahely. Tehát ne ígyunk, sajnos a zenészeknél benne van az, hogy igen. Isznak, ne ígyunk. Meg ez egy munka, ahogy mondom már, ez egy munka. Végezzük el a munkát, és utána, hogyha ahogy a zenekar dönt, hogyha még van idő erre, arra, meg amarra, vagy bármire, ha valakinek úgy adódnak a dolgok, úgy jönnek ki, hát ki minek mi fél bele. Én azt gondolom, ez az én személyes véleményem, hogy ha én elmegyek egy koncertre, és kifizetem a jegyet, akkor én azért várok valamit. Ez így van. Hiszen pénzt adtam ki, tehát valami elvárásom van. És ahogy mondod, ilyenkor a zenésznek azt az igényemet nekem ki kell szolgálni, mert akkor igen. Ő egy szolgáltatást ad. Igen. Én élményt akarok, azt akarom, hogy nekem ott zenéjenek, hogy énekeljenek, hogy megmozgassanak, hogy kirázzanak a hétköznapi szürkességből. És ebben a tekintetben az, hogy ő ott... Valahogy a zenészek bátrabbak, hogyha megisznak három sör. Egy sör az nem sör. Ugyebár tehát az áttisztítja gyorsan a vesét, az ember evett valamit, megbüfögtet, felbüfögtet. Tehát igen, és utána jön a másik. De én tudom, hogy nem kellene, de én úgy vettem észre, hogy bátrabbak lesznek a zenészek. Bátorra is szám magát, hogy szokták mondani. Hát igen, igen. Név nélkül. Mi volt a... Volt-e olyan eset, amikor a zenésznek valami rigójája volt? Vagy ilyen ritusa, amihez alkalmazkodni kellett? Több ilyen volt, igen. Több ilyen volt. A turnébuszban, élő koncert alatt, igen. Igen. Vannak ilyenek, hát azt akkor szó nélkül tűrni kell az ilyen dolgokat. Tehát most ne szólj hozzám, most ballal lépek ki, most hogy öltözök föl, most, tehát vannak ilyen, most hogy fogom meg a gitárt, vagy hogy megyek fel a színpadra? Én egy alkalmazott vagyok a zenekarnál, én nem szólhatok semmit, tehát el kell viselni csöndbe kész. Hát, vélemény az megvan, de nem lehet mondani semmit, nem lehet kifejteni, úgy kell csinálni, hogy van, hiszen ők fizetnek, mint alkalmazott, és kész. Csönd. És hírzárlak, mert ami a turnébuszban az ott tört, és az ott marad. Ez ugyanaz, mint a backstage-ban, az öltözőben, bármiben, tehát kész. Mert amennyi, szoktam mondani, amikor az emberek mondják, meg mit tudom, mert hány zenészt én ismerek, nyilvánvalóan, ha megírtam volna könyvet, ezekről a backstage-es dolgokról, meg a turnébuszokról, hát én már nem jönni. Tehát nem is lettem volna, lehet, hogy dús gazdag lettem volna egy évre, vagy egy fél évre, de hogy már nem jönnék, az már biztos. Hát igen, de azért is... De nagyon sok mások is így vannak, ugye? Azért is nem akartam konkrét példát, csak hogy azt akartam... Hát nem is mondanék, tehát ez egyértelmű. Nem, azt akartam ezzel a nézőknek éreztetni, hogy nem elég, hogy fel kell készülnöd, hogy megfelelő háttérmunkát kell végezned, tehát ott kell lenned folyamatosan, de még alkalmazkodnod is kell. Igen. A helyhez, a nézőkhöz, a zenészeket, tehát egy csomó... Tehát ez így van. Ez így van, ez olyan, mint hogyha elmész a munka, és fel kell öltözni. Például olyan helyre megyek, ahol ki kell öltözzek, nyakkendő, meg stb. Így van, ez van, alkalmazkodni kell. Minden zenekarnál így van, tehát akivel én voltam. Volt valaha név nélkül olyan felkérés, amire nemet mondtál? Volt időhiány miatt. Olyan, hogy személyileg valakivel, most tényleg név nélkül, tehát van olyan, aki azt mondta, hogy ővele soha nem dolgoznék, mert valahogy nem kalapporunk? Volt ilyen, igen, volt ilyen, de aztán volt olyan is, hogy nem szégyellem, kicsikét megsírtam az életembe, el kellett menni, mert kellett a pénz, igen. Nyilvánvalóan dolgozni kellett, és pont ő hívott. És elmentem el. Mennyire fontos?
Mi a jó, akkor egy kérdés, provokatív ez megint. Mi a fontosabb, hogy akivel együtt dolgozol, az korrekt legyen, kifizessen, vagy hogy ki tudj vele jönni, tehát hogy meglegyen az az emberi hangnem, amivel tudtok kommunikálni? Hát ez mind a kettő nagyon fontos. Tehát annak ellenére, mert én dolgozom egy zenekarnál, igen, és lehet bármekkora nagy sztár, ismert ember, azért adja meg nekem is a tiszteletet. Tehát ne beszéljen velem csúnyám, vagy ne ugráltasson, vagy ne így, ne úgy, mert az úgy nem fog működni, tehát akkor másnap nem fog vele elmenni dolgozni. Bármennyi pénzt is ígér, bármennyi, és teljesen korrektul kifizet, de hogyha az emberi méltóságot megtapossa, akkor nincs tovább. Tehát a tiszteletnek kölcsönösen oda vissza kell. Tehát én nem vagyok senkinek a megalázott kutyája, mert hogy én segítek neki, vagy viszem neki éppen a hangszert, vagy bármit. Nem, tehát, és mondj csak el ki, olyan volt, hogy vége volt a bulinak, beültetek a buszba, és oda jött hozzád a fel, és azt mondta, Áki, ez most nagyon jó volt. Hál' Isten, több olyan volt, igen. Fontosak ezek, hogy így, ez visszajelzések? Hogy így... Nagyon fontosak, igen. Igen, nagyon-nagyon fontosak. Természetesen olyan is volt, hogy hú, ez pocsék volt. Olyan is volt. Hát de azért ők is tudják, hogy azért ez a helyi technikának, vagy a körülmények ezzel volt. De hál' Istennek olyan is volt, hogy na, ez nagyon jó volt. És bocsi, olyan volt, hogy megérkeztetek, és azt látod, hogy borzasztó az egész, tehát, hogy ebből most mit tudok kihozni. És a végén lett egy jó. Igen. Az neked milyen, amikor azt látod elsőre, hogy Atya Úristen? Igen, sok ilyen van, mert például, ha bombonnal megérkezünk akár egy esküvőre, hát a lényeg az, hogy van egy helyi zenekar. Igen. És annak az utcára kell rá csatlakoznom, ugyebár a lejátszóval, egyéb dolgokkal, általában nekik nincsen monitorjuk. És általában akkor vagy ők nem férnek el a színpadon, meg kicsi a színpad, és előtte kell fellépni. Mondjuk ők fönt vannak a színpadon, de például akkor a gombónak itt lent a kövön kell lenni, és a két toplába pedig a hátuk mögött van. Tehát sem monitor, se ez, se az, se az. Na most ilyenkor van az, hogyha kettő mikrofont vilvár kirakom elé, akkor hiába, hogy énekel, ha a topládák nem úgy vannak fordítva, akkor begerjed az egész. Igen. Vannak ilyen nehézségek. Tehát akkor ugyebár ott van a keverőpult, és akkor mindent kitekerek szépen, zene halkabban szól, és akkor előre elmondom nekik, hogy ez van. Jó, ott vannak, tegyél bele ezt, tegyél, és akkor kezdem tulajdonképpen visszarakni bele a mélyet, addig, ameddig el nem kezd gerjedni. Uh-huh. És azt kell neked mondjam, hogy többször megijedtünk, hogy úristen, mi lesz ebből, mert azért annak ellenére ők teljesen maximalisták, tehát teljesen mindegy, hogy milyen a közönség, mi a helyzet, ott topuk kell akkor is szólni mindennek. Tehát voltak ilyenek, és általában meg szoktam tudni oldani, hogy azért tök jó lett a vége. Sok ilyen volt már, hogy nagyon jó lett a vége. Hogy látod ezt a technikusi dolgot? Meg ez egy komoly kreativitást igénylő tevékenység? Bizony. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát folyamatosan igen. Problémát kell megoldani, mindig... Igen, mert a helyszín mindig más, a technika mindig más, és sosem vagyunk a saját cuccunkkal, tehát ki vagyunk szolgáltatva másnak a cuccaival, tehát igen. Igen, tehát ez mindig benne van, hogy mindig más ez, és azért gondoljuk bele, hogy ha naponta van 2-3 darab helyszínünk, ahol igen. Elmegyünk, ott háromszor gyorsan ezt összekarakni. És hát azért idő nem igen van rá, mert pár perc gyors beállás van, és utána kezdődik a buli. Most egy személyes megjegyzés. Mikor megismertelek, ugye először veled a próbatermetekbe találkoztunk. Igen. Kín. És megmondom, mi volt az első benyomásom. Egy végtelenül korrekt ember. Ez, bocsáss meg, nem mindenkiről mondható el ebbe a szakmába. Ez nálad alap, hogy ilyen legyen? Feltétlenül. Feltétlenül, mert éljünk a magyar közmondással, azok engem hamarabb utolér, mint a sárta kutyát. Valami nem úgy van, ahogy mondod, akkor ez azonnal a szakmával elterjed a hír rólad, és hát ez egy kis vége. Igen. Igen, vége a munkádnak, ugyebár az egésznek, tehát nem. A rosszat is, ami fájdalmas, ami szép, ami jó, azt is oda kell mondani, meg kell mondani, hogy ez van, vagy ez nincs. Tehát én mindig, és talán azért vártam ilyennél, tehát egyrészt önmagam véget is,
A másrészt meg, hogy 13 évig én egy olyan közegben, egy olyan országban laktam, értem, ahol nyitottak az ajtók, nyitottak a kapuk, nincsenek függönyök, nincsenek kerítése, tehát annyira korrektség van, és hogyha ott valamit kimondtál, akkor szerződésre kellett aláírni, mert az úgy volt, és mindenki betartotta a szavát, és én ebben nőttem bele, így lettem felnőtt, ezt tanultam, és én ezt a mai napig ezt csinálom. Ott 10 éve foglalkoztál zenekarokkal, vagy teljesen más? Nem, ott az teljesen más. Nem akarok benne. Nem, ott nekem teljesen véletlen volt, hogy hát volt egy régi zenekar, a Golden Earring nevű hágai zenekar, én Hágában éltem 13 évet, és amikor én elköltöztem, megvettem a lakásomat, és kiköltöztem, akkor teljesen véletlen sztori az egész történet, hajnalban mentem haza, egy egyirányú utca volt, és ugye már én parkoltam, tolottam be, és mögöttem meg volt egy autó, aki elkezdett rám villogni, hogy mi a helyzet, és én ott beparkoltam, aztán jól van. Aztán kiderült, hogy hát az nem úgy van, mert ez egy három lépcsőházal, vagy kettő-három lépcsőházal mellette volt, a Golden Earring zenekarnak a dobosa lakott ott. Hát én teljesen le voltam döbbenve, te jó is, és akkor az nagyon ment a 90-es években a Golden Earring zenekar, és én is vettem például CD-t tőlük, és hallgattam, és mondtam, Isten, ez a Golden Earring, hát hogy a felében, mondtam, tényleg jövök itt, hogy kiszáll az autóból, a hangja, meg stb. Elkezdtünk beszélgetni. És akkor én is elkezdtem beszélgetni, nem rögtön akkor éjjel kettőkor, utána megint találkoztunk, és így elkezdtünk beszélgetni, zenekar meg stb. És akkor mondtam, hogy hát én nagyon szívesen elmennék, otthon is dologattam a ládákon, Magyarországon meg stb. Jó, van, gyere akkor, hogyha akarsz. És akkor így elvitt, mert ott Hágából volt egy ilyen park fesztivál, ott volt a teljes zenekar, és akkor elvitt magával, elmentem. És akkor így belecsöppentem abba a formációba, és mondom, hát ez valami hatalmas. És akkor egy-két helyre így el is mentem velük. Úgyhogy az is egy jó élmény volt, így van. Mondtad, hogy Hollandiába értél. Igen. Bocsáss meg, az igaz, hogy a holland nyelv az olyan, mintha egy részeg angol, matróz, németül akarna beszélni? Meg franciául. Meg franciául. Ez a három nyelv egyben van, igen. Igen. Tehát hollandok használnak egy szót, egy szó paraplu, ugyebár az franciául és holland, hogy esernyőt jelent például. A némettel meg olyan, hogy csak mások írják. Igen. A német például a EI-vel írja, a holland pedig E, meg ilyen pontos ével, tehát NAI, vagy NE, vagy valami. NAI. Jó, mondjuk van egyetlen egy darab kiejtés náluk, ez a bizonyos HÉ szó, hogy így mondjam. Ez pedig ők azt mondják, hogy ami náluk van a Z, meg a GY. Ők meg azt nem tudják kimondani. György például. Hát igen, hát ott is van. Volt egy nyelvtanárom, ami mondta, hogy ha szeretnél egy külföldit egy kicsit úgy meg elnézést szivatni, akkor tanítsd meg neki azt, hogy gyümölcs. Mert hogy ugye vannak szavak, amiket így nehezebb. Nem csak érdekesének, hogy a holland nyelv könnyű is, meg nehéz is, te pont emiatt, hogy ilyen... Hát én azt mondom, hogy csak az egy kiejtés miatt, a kémia, de én nem találom el nehéz nyelvnek. Most annak ellenére, hogy beszélem, de nem találom. Hát, hölgyek, urak, eljutottuk ahhoz a dramaturgiai ponthoz, ahol föl kell tennem az én csodás nejemnek, Ikibeknek a kérdését, ez így hangzik, hogy ki vagy te. Ahogy szoktam mondani, ennek nincs jó vagy rossz válasz, nem kell pszichológiai, szociológiai, semmiféle ilyen. Az első szó vagy mondat, ami az eszedbe jut, azt kérdem szépen. Tehát, ki vagy te? Én Stritecki Ákos vagyok, és az is maradok. Gondolom, hogy szerény ember, dolgozik, szereti, amit csinál, és nem akarom lejjebb adni most már. Pláne vannak terveim továbbra is, amiket majd idővel szeretnék újra majd megvalósítani. Hát, ahogy szoktuk mondani, aki egyszerre jön, az a ropogod a család része, de te már többszörösen a része vagy, mert már voltunk nálad is. Kétszer igen. Is, tehát meg segítettél Vikinek, meg jó a kapcsolat, tehát úgyhogy duplán, meg triplán, meg már nem tudom hányszorosan üdv a családba, eddig is, ahogy tudunk, segítünk, és én azt kívánom neked így 2024-re, hogy ami neked örömet okoz, ami neked pozitív, azt tud megvalósítani. Hát köszönöm szépen, nektek is, mint személyeknek és mint az irodátoknak. Legjobbakat kívánom. És végezetül az lenne a kérdés, hogy mit üzensz a roppagon a nézőinek, azoknak, akik
Tehát, hogy miért hallgassunk rockzenét, miért menjünk rockzenét, zenei koncertekre? Én azt gondolom, a rockzen az teljesen elüt mindenféle más zenei stílustól, hiszen valahogy a rockzenét azt mégis elnyomják, mint ahogy érezzük, tapasztaljuk és tudjuk. A rockzene az egy külön család, külön élet, ami teljesen összetart bennünket. Teljesen máshol lüktet a vérünk, a szívünk, máshol lüktetés. Más, teljesen más. Tehát én azt gondolom, hogy csak a rock. Volt nálunk riporton a Pallagi Lackó, és ő mondta, hogy ha egyszer az undergroundba valahonnan belépsz, mindegy, hogy honnan, az egészbe benne vagy. Tehát, hogy a magyar, és sajnos mi is ezt érezzük, hogy valahogy a rockzene most egy kicsit úgy olyan, úgy háttérbe szorult. De ez mindig is. Mindig is. Tehát maga a média mindig háttérbe szorította. Nézzük csak azt meg, hogy például volt nekünk a Gidófalvi Attilával, és nem tudom, 15 évvel ezelőtt, Best of Rock FM rádió, Érdem. Már terjeszkedtünk volna. Nagyon ment az a rádió, rengetegen hallgatták, megszüntették. Mert hát mégiscsak rock rádió, hogy van az? Akkor utána a Vörös Pisték, a Lojzékkal elindították a rock rádiót. Budapest, ami volt a rock rádió. Érdekes. Egy év után az is megszűnt. Az, hogy most interneten működnek különféle rock rádiók, hát én azt kívánom mindenkinek, hogy maradjon meg. Én az internetes rádiót a mai világban már egy kicsikét előnyben részesítem, mert hát mindenkinek van okostelefon, és az okostelefonon is bármilyen rádiót tudsz hallgatni. Ráadásul, hogyha teljesen, ha végtelen az internet használatosságod a mobiltelefonodon, akkor nyugodtan hallgassál neten rock rádiót, mert nekem is rock a vérem, tehát csak ezt tudom mondani, hogy ott is lehet nyugodtan hallgatni, de igen, sajnos a rockot mindig is eltaposták, az én gyerekkoromban is. Nekem is már kicsikét hosszabb volt a hajam, meg ó, bejöttek a farmerok, meg stb. Ráadásul én a Budapest sportcsarnokban dolgoztam már gyerekként, igen. Már annak idején, már ott is már bajok voltak, tehát oda is már nehezen akarták beengedni a rockzenét. Hát, így végezetül annyit azt kívánom, ahogy mondtam, hogy idén párodnak is, hogy egészségetek legyen, és amit akartok, azt tudjátok megvalósítani, és az egész magyar így rock családnak, azt mondanám, a rock pagoda családnak, a rockot szeretőknek, hogy lehet, hogy egyre kevesebben vagyunk média szempontjából, de még vagyunk. És ez olyan, mint a rock ujja, már örök és elpusztítatlan. Ezt viszont látjuk is, hogy az így van. Tehát akárhogy próbálnak bennünket elnyomni, nem lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És búcsúzóul van-e valami, amit így üzennél a nézőknek? Hallgassatok minél több rockzenét, bárhol. Itt van egy ilyen médiafórum, a rockpogoda. Feltörekvő zenekarok, gyertek, segítenek nektek a médiába való eljutáshoz, és kövessétek az életünket. Így van, és nagyon remélem, hogy hamarosan tudunk hozzátok küldeni zenekarokat. Hozzád küldeni, és a Stitecki Ákos, Áki által fémjelzett minőség az biztos, hogy meg fog jelenni ott is. Köszönöm szépen. Hát törekszem rá, így van. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és én csak mindig szoktam tenni azt, a nézők tudják, minden riport végén egy összegzést, egy mondatot. Én egyet köszönök neked most. Köszönöm az őszinteséget. Hát ezért vagyok én, amit kérdeztél, ki vagy te, Stitecki Ákos. Én köszönöm. Ennél jobb végszót. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kérek egy... Szavaztok, sziasztok!